Nagyon nagy szeretettel köszöntjük a kedves nézőket, Önök a VNTV-t, a Natura Televíziót láthatják, és más hangszeretettársalgás adássorozatunkban nagyon nagy szeretettel Sándor Esztert köszöntöm a stúdióba. Szia Eszter! Szia Ági, nagyon szépen köszönöm a meghívást, köszöntöm én is a nézőket. A nézők már ismerhetik Esztert, ő médium, szellemgyógyász és spirituális mentor, és nagyon izgalmas kérdéseket lehet neki feltenni. Olyan kérdéseket, amik igazából mindannyiunkat érdekelnek, talán egy kicsit azért féljük is ezeket. Ugyanakkor az előző beszélgetésben Eszterrel említettem egy olyan példát, hogy valaki lehetőséget adott arra, hogy akit érdekel, megnézte, hogy van-e rajta szellem. És nekem, amikor ott voltam ezen a rendezvényen, az volt az első gondolatom, hogy ez egyáltalán nem annyira jó ötlet megnyitni egy ilyen szellemvilágot, amikor több százan ott vannak egy teremben, és azt gondoltam akkor magamban, hogy ennek nem biztos, hogy mindig helye van, és nem mindig alkalmazzuk ezeket helyesen. És te is ott voltál ezen a rendezvényen, Eszter, ugye eszembe igen, jutott közbe, hogy anélkül, hogy ezt nevesítenénk, vagy bármi, mi a véleményed az ilyen jellegű mutatványokról? Hát ez, hogy mutatvány elsősorban, és veszélyes játék. Mert nem tudjuk azt, hogy kiben milyen szellem lakozik. Milyen más energiát nyitunk meg még hozzá. Ilyenkor extra erős védelmet kell kérni, segítő angyalokat, akik kezelik ezeket a helyzeteket, és azokat az embereket is, akiből esetleg több évtizede ott lakó szellem távozik, mert azt az ember is megérzi, a fizikai teste, a mentális lénye minden része, hogy az ott maximális biztonságban legyen, a másik pedig ilyenkor a környékről is jönnek oda szellemek, és hogyha azokat nem irányítják át a fénybe, akkor egy ilyen szellemvándorlásnak lehetünk a tanúi, hogy egyikből kimegy, a másikba bemegy, ide bujik, oda bujik, tehát én ezt úgy szoktam csinálni, hogy mindig épületen kívülre nyitok fényoszlopot, Mihály Arkangyal és csapata felügyeli, és ha valakiről lejön a szellem, őt megfogják, nagyon finoman megérintik, és átvezetik. Így elkerülöm azt, hogy másikba átmenjen, valamint azért épületen kívül, mert ilyenkor sűrű lesz az energia. És főleg, akik érzékenyebbek vagyunk rá, én nem véletlenül jöttem ki ott a teremből, mert nekem az egy picit sok volt. Sűrű lesz nagyon az energia tőle. És viszik az én energiámat is. Hát én meg bocsi, de nem. Tehát segítek nagyon szívesen nekik, de nem úgy, hogy magamat áldozom fel, és az én energiámat adom nekik oda. Úgyhogy ezzel egy picit óvatosan, hogy mikor, hol nyitunk, és hogyha csak ennyit megfogadnak a kedves nézők, hogy épületen belül nem nyitunk átjárót. Miért nem? Mert elbújik az épületbe, sokkal nehezebben kezelhető. Az én otthonom az nem egy átjáróház, hanem az egy védett tér. Ettől függetlenül, hogyha kívülre nyitod, akkor egy csodát tudsz teremteni, hiszen a környéken rekedt szellemek meglátják az átjárót, a kaput, hogy átmehetnek, és elkezdenek oda önzönleni. Csak hogyha ezt épületen kívül van, nem az én otthonom lesz tele mindenféle érzelmi lenyomattal, ami a szellemekből kijön. Egy nagyon komoly spiritualitással szeretném folytatni veled, hogy ugye a végső spiritualitásnak az a célja, hogy a születés halál körforgásából kikerülünk, és ugye, hogy ez magának a léleknek ez a célja, hogy ide eljusson, eljutassa a szellemet, vagy mi magunk is ebben működünk együtt
a szellemmel, vagy a szellem velünk. És az előző beszélgetést ott fejeztük be, és azt ígértük a nézőknek, hogy az itreket, szellemeket kicsit megbeszéljük, hogy miért történik az meg, hogy valaki nem jut tovább, és kérdezem én, hogy mi magunk itt a testben, mi is itreket, szellemek vagyunk-e? Én ezt nem gondolnám, hogy itreket, szellem lennék, én azt gondolom, hogy jöttem tapasztalni, játszani. És egyre inkább úgy élem az életemet, hogy egy nagy kaland, és figyelem magamat, hogy milyen újabb kaland vár rám, és milyen játszótársakat kapok a kalandhoz. Nekem ez így élvezetesebb, de nem felejtek el a földön lenni két lábbal. Tehát, hogy én azért azok körét erősítem, akik a spirituális világban, a szellemvilágban is elég otthonosan mozgok, de a földi világban is. A földi örömöket is megengedve magamnak, mert ez nagyon fontos. Hiszen van testünk. A testünknek is meg kell adni azokat a tápanyagokat, azokat a dolgokat, amitől jól érzi magát. Hiszen ha a testünk jól van, a szellemünk is sokkal jobban lesz, és a lelkünk is. Tehát azért ezt így fontosnak tartottam még elmondani, hiszen nagyon sokan azt hiszik, hogy a szellemvilágban mindent meg lehet oldani. Sok mindent meg lehet. De én inkább a körforgást szeretem. Szeretem megadni a testemnek is, amire szüksége van, a lelkemnek is, és a szellememnek is. Hogyha te jobban vagy a saját szellemeddel, akkor ő tud neked abban is segíteni, hogy mire van szüksége a testednek és a lelkednek. És így viszont nem egy itrekett szellemnek élem meg az életet, nem egy börtönnek, mint sok helyről lehet hallani, hogy a Föld egy börtönbolygó. Nem, hát az én szellemem szárnyal. Ettől én is tudok szárnyalni. Mik lehetnek azok az okok, Eszter, amitől itreked a szellem? A legelső, hogyha hirtelen halál éri, akkor mindig itrekednek. Itt tud rekedni a hozzátartozó fájdalmától is. Olyan, mintha egy nagyon vastag kötelet a fájdalmunkkal rádobnánk, vagy egy hálót, és nem engedjük el. Ez egy nagyon gyakori dolog, mert azt hiszük, hogy mi valamit rosszul csinálunk, és azért megy el a szerettünk. És akkor ott van, hogy elkezdjük magunkat bántani, ott van néha az is a gyász folyamatban, amikor a másikra haragszunk, aki elment, hogy tehette ezt velem, hogy hagyhatott el engem. Ez öngyilkosságnál elég gyakori szokott lenni, hogy az itreket hozzátartozója elkezdi magát bántani, elkezdi a szerettét, hogy miért történt ez, holott, hogyha csak megértené, hogy mi zajlik ilyenkor az öngyilkosban, akkor el tudna engedni az önbüntető, önpusztító dolgait, és megértés alatt pedig szeretettel el tudna engedni a halott szerettét. És ő tovább tudna menni a körforgásba. Újra tudna születni. Akár. De amíg mi kötjük a fájdalmunkkal, ő nem tud elmenni. De ilyenkor, hogyha szeretettel elengedjük, akár egy saját szertartás keretében, megbocsájtva neki és magunknak, és megkérjük akár Mihály arkangyalt, vagy vigaszangyalokat, szeretetangyalokat, hogy segítsenek, akkor könnyedén tud átlépni. Ami köztudatban van, hogy ez a 40-42 nap, én azt tapasztalom, hogy hát ez már nem annyira valós. Amit én szoktam tapasztalni, hogy a búcsúztatójukat megvárják. És nagyon sokan a búcsúztató után már távoznak is az égi otthonukba. Attól, hogy valaki átlép, valaki távozik, az nem azt jelenti, hogy utána már nem tud kapcsolatba lépni az itt maradt szerettével, de akkor már nem az ő energiájából táplálkozik. Hogyha ugye baleset történik, vagy bármi olyat hallasz, és csak oda küldesz angyali segítséget, akkor az olyan, mintha itt látnál valakit az utcán fetrengeni, hogy ő rosszul lett, és ráhívod a mentőt.
és a mentős végzi a dolgát. Tehát ugyanezt kell elképzelni a szellemi világba is, hogyha akár katasztrófáról hallasz, hogyha oda küldesz egy csapat segítőt, ők a szellemeknek segítenek, elmagyarázzák, hogy mi történt velük, és akkor én úgy szoktam nevezni, hogy egy ilyen köztes térbe, egy ilyen melegítő helyre elviszik őket, amíg erőre kapnak, lerendezik, elköszönnek mindenkitől, ilyenkor szokott álomban megjelenni a szeretteinek, tehát lerendezi az itt maradt dolgait, és utána ő tovább megy. De segítség nélkül akár hát, több száz évre itt tud rekedni a Földön. Pont ez jutott az eszembe, hogy azért, amíg az ember nem élt tudatos életet, amikor elhagyta már a nagyon természetest, beesett, bezuhant egy tudatlanságba, és nem kezdte el ezt tudatosan újra élni ezeket a dolgokat, hogy milyen rengetegen távozhattak így. Ilyen típusú segítség, tudatosság, szellemiség, érzelmi világ nélkül. Eszter, milyen meghatározható-e az, vagy találtál-e valami magyarázatot, összefüggést arra, hogy ki miben hal meg, milyen halálnemet választ? Lehet-e valami oka annak, hogy ki milyen típusú halállal, lassú halállal, hirtelen halállal hal meg? A hirtelen halál balesetnél én azt fedeztem fel, hogy ők a halálukkal is tanítanak minket. Úgymond ilyen figyelemfelhívó. Tehát például, hogyha valaki ilyen álmokfutásba kezd, 10 éves, és kap egy autót, és szerintem tudjuk a folytatást, akkor ő maximálisan azt vállalta be az ő szelleme, hogy felhívja a figyelmet a kortársainak, hogy ilyet nem szabad. Tehát vannak, akik tudatosan, tanító jelleggel választják meg a halálukat. Van olyan is, aki kegyelmet kap. Tehát többször hallottam olyat vendégkörben, hogy valakinek megállt a szíve, vagy bármilyen hirtelen halál, és akkor ilyenkor mindig ugye boncolás. És utána kiderül, hogy hát ott volt még egyéb probléma is, de az, arról ő tudatosan nem tudott, de effektív megkegyelmeztek neki, volt egy ilyen kilépője, hogy nem kell a szenvedés részt végigvinnie. Ha valaki a hosszantartó betegséget választja, ott azt látom, hogy a szeretteit tanítja. Illetve saját magát is az elfogadásra. Egy más tudat állapotba kerülhet a betegsége által. Azt, hogy ebből mit tanul, vagy mit nem, az már az ő története. És ez hozzátartozónak talán a legfontosabb, hogy meg kell engedni neki, hogy az történjen, ami neki a legjobb. És itt most egy furcsa dolgot fogok mondani, nem mindig az a legjobb a szellemnek, hogyha könnyedén el tud menni, vagy ha itt tud maradni. És ez furcsa lehet, nekem ez nagyon nehéz volt szellemgyógyászként megértenem, hogy nem feltétlen azzal segítek, hogyha itt tartom. Nincs jogom. Mert hogyha neki az az útja, akkor az. De hogyha ő azt választja ebbe az életbe, hogy szenvedni akar, bármi furcsa, nem vehetem el tőle azt a lehetőséget. Enyhíthetem, amilyen mértékig a szelleme engedi. De más nem tehetek. És ugyanez igaz azokra a különleges gyerekekre is, akik már úgy születnek, hogy mindenféle testi tünettel. Volt olyan esetem, amikor a gyerek szelleme kért meg, hogy hagyjam őt békén, és abban segítsek neki, hogy a szülei fogadják már el, hogy ő most ebbe az életbe ezt akarta megtapasztalni. Hogy ő most róla gondoskodni kell, őt szeressék, fogadják el. Tehát itt van a feltétel nélküli elfogadás szerepe.
És ilyenkor nem tudsz mit tenni. Ilyenkor valóban a szellem azt választja, hogy különleges testben is megtalálja a boldogságot. Volt egy nagyon kedves gyerekkori barátnőm, akinél felnőttként egy ritka izomsorvadásos betegséget állapítottak meg, és 30 éves volt, amikor már csak a hangszála működött. Tehát a fejét még tudta így ennyire mozdítani, de egyébként a teste lebénult teljesen. Elmentem őt meglátogatni félve, de akkor már szellemgyógyászként. És én teljesen ledöbbentem, amikor közölte velem, hogy soha életében nem érzett ilyen boldogságot, mint ott. Körülbelül 2 héten belül ment is át. Mert a szelleme szárnyalt. Ki tudott menni a testből, és már nem a test működése foglalkoztatta, hanem ő megtalálta a békét abban, hogy ő most ezt választotta, és utána el is tudott menni. Szóval ilyen is van, és előtte meg évekig tartott, tehát fokozatosan épült le. És van-e olyan is, amikor meg ugye viszonylag normális, könnyed életet él valaki, és pont a halál és az átmenetnél jönnek elő olyan rettenetes fájdalmak, és igen, feldolgozatlan, vagy megoldatlan dolgok, nem tudom, hogy erről lehet-e tudni valamit, hogy ettől sokan félnek egyébként, uh-huh, hogy igazából talán nem is a halált félik az emberek, hanem hogy mi az, amivel ott el kell számolni. Így van. Hát itt is akadnak mindenféle hitrendszerek. Az én hitem az, hogy nincs fölöttünk egy büntető Isten. Tehát senki nem büntet minket. Mi magunkat büntetjük. Amit nekem mutattak, tanítottak ezzel kapcsolatban, hogy amikor meghal valaki, akkor áttér az otthonába, olyan, minthogyha lehetőséget kapna végignézni az életét. Hogy ahhoz képest, amit ő betervezett, mielőtt leszületett, mi az, amit meg tudott valósítani, és hol csúszott el esetleg? És akkor átgondolhatja tapasztalatait, megoszthatja odafent is, hogy hát mire kell jobban figyelni a következő tervnél. Tehát körülbelül ennyi történik. Rendbe teszik a szellemet, és utána kitalálhatja, hogy újra akar születni, vagy még ott marad egy kicsit. Tehát, hogy nem kell ettől félni. Mert nem az van, mint az egyiptomi kultúrában filmekben lehet látni, hogy akkor majd Anubis elég oda kell állni, és akkor milyen életet éltél, vagy ami itt nálunk jelenkorban is köztudott, ugye ez a pokolra kerülök, vagy a mennyországban. Mind itt a Földön élőként meg tudjuk teremteni magunknak a legnagyobb poklunkat, és a legnagyobb mennyországot is. De nincsenek ilyen dolgok. Tehát másik ide kapcsolódó téma talán az öngyilkos, ami sokszor kérdés szokott lenni, hogy hát, hogyha valaki öngyilkos lesz, akkor hát ő biztos nem tud hazatérni. De haza tud térni. Mert ugyanúgy fogadják őt is, ugyanúgy szeretik, sőt. Úgyhogy ettől nem kell félni. Ilyenkor, hogyha valaki távozni készül, és tudjuk, hogy van rá esély, mert mondjuk akár egy hosszantartó betegség, vagy bármi olyan van, akkor én szoktam kérni neki átjárót, fénykaput, szoktam kérni neki szeretetangyalokat, vigaszangyalokat, hogy biztonságba érezze magát, hogy nincs egyedül. És nagyon sokszor van, hogy valóban hozzátartozók, elhalt hozzátartozók szellemei visszatérnek, segítik a folyamatot. Akkor is, hogyha esetleg itt az életben azzal az emberre nem volt jóba. Mert attól ő még segíteni akar. És hogyha nem jön össze az öngyilkosság? Hát akkor a lenyomat ott marad az emberi testben is, a sejtünkben is. Azt onnan érdemes kiszedni, és visszamenni az öngyilkos kísérlet pillanatába, és az ott rekedt részedet összeszedve, megtisztítva, megbocsájtva önmagadnak visszafogadni.
hogy el tud teljesen engedni, és átnézni, megvizsgálni, hogy mi volt az az erő, az az energia, ami téged abba az irányba vitt. Mert nekem az a tapasztalatom, hogy vagy élethelyzet, vagy más, mint a többi, és nem tudják őt elfogadni, vagy attól fél, hogy nem fogják tudni elfogadni, mert ilyennel is találkoztam már, vagy pedig van benne egy olyan démoni, vagy bármilyen más energia, lény, ami őt abba az irányba viszi. Eszter, közeledik a halottak napja. Így van. És mit tanácsolnál most az embereknek? Mi van a halál után, mi van a temetőkben? Mondtad az előző beszélgetésben, ugye, hogy elmentél egy ilyen koporsós kiállításra, ahol, ami őrizte még az ottani szellemeknek az energiáit, vagy információit. Mi az, amit te mondanál, aki most készül a temetőn meglátogatni eltávozott szeretteit? Tiszta szívvel, szeretettel menjen. És a szeretetét vigye a temetőben, a fájdalom helyett. Érdemes azért védelmet magunkra rakni. Akár egy védőburkot, ha elképzel, hogy az ott tengelenge szellemek ne költözzenek bele. Ne vigyen haza véletlenül senkit. Ugye nagyon sokszor a mi szerettünk már nem ott van. Tehát az egy emlékhely. Ennek megfelelően kellene kezelni a temetőt. Amit én nem szoktam javasolni, hogy kisgyereket temetőbe vigyünk. Saját gyerekem tapasztalata is, de másoknál is látom, hogy a gyerekeknek nyitva van nagyon sokáig a harmadik szemük. Változó, hogy kinek mennyi ideig. És volt olyan eset, amikor a kisgyerek így teljesen sokkot kapott csak attól, hogy meglátta a sírkövet, hogy de hát azt mondtátok, hogy a nagyi angyal lett, akkor most ez mi? Ide be lett zárva? Nem, ő nincs oda bezárva, de a gyereket ezek sokkolják. És hogyha látja esetleg a többi szellemet, a temetéből lévő szellemek nagyrészt úgy mutatkoznak meg, ahogy meghaltak. Nem szép látvány. Tehát ettől én a saját gyerekeimet óvom. Ennek ellenére volt olyan, hogy a nagyfiamat az apja elvitte a temetőbe tudtomon kívül, és 2 hétig a gyerekem teljesen kifordult magából. És nem értettem, hogy mi történik. Mire nagy nehezen elmondta, hogy hát körülbelül 22 szellemet találtam benne. És mondta a gyerek, hogy hát elmentek egy félig romos sír mellett, és mondta, hogy anya, itt a szívemnél, itt egy kisgyerek van, itt van egy bácsi, és hogy melyik testrészénél milyen korú, milyen típusú szellem van. És a gyerek csak azt érezte, hogy ezek úgy szétfeszítik, mert mindenki akar belőle egy picit. Ha csak azt képzeljük el, hogy ide jönne most 22 ember, és csak mindegyik szeretettel csak hozzánk akarna érni, én nem örülnék neki. Szóval óvatosan vigyük a gyereket ki. Ha mindenképp ki akarod vinni, akkor kérjé a szemére, a harmadik szemére védelmet, hogy ne lássa azokat a szellemeket, akik ott vannak. Hogy ne okozzon neki ezt traumát. De szeretet. Tehát, és attól, hogyha esetleg nem tudsz kimenni a temetőbe, mert olyan helyen vagy másik országba élsz. Nem szükséges temetőbe menni, hogy kapcsolódj a szeretteddel. Otthon is meggyújthatod a mécsesedet, és otthon is emlékezhetsz a szerettedre, de lehetőleg szeretetteljes emléket idéz fel, és mondd el azt, hogy miért vagy neki hálás. Mert azzal segíted az ő útját, és a te gyász folyamatodat, hogyha nem a fájdalom energiába viszed bele magad. Úgyhogy ezt javaslom a temetőjárathoz. Köszönöm szépen. Amikor kérünk angyali, szellemi segítséget, mit ajánlunk fel érte?
a szeretetünket, figyelmünket. Ők önzetlenül segítenek. Nagyon sok angyal vesz bennünket körbe, arra várva, hogy segíthessenek. Csak van nekünk az a nagyon nagy szabad akarat, ami ugyanolyan szerencsés áldás is, mint amennyire nem. Mert amíg mi nem kérünk, nem adunk engedélyt, ők nem avatkozhatnak bele a mi dolgainkba. Ritka kivételek vannak, akinek az van az élettörténetében, hogy ilyen rejtélyes módon kiszáll egy balesetből úgy, hogy az esélytelenek közé sorolják. Az biztos, hogy az ő életútja onnantól kezdve meg fog változni. De hogyha kérjük, akkor ők nagyon szívesen segítenek. Akár autóvezetéstől kezdve bármiben. Én szoktam érezni a jelenlétüket, és volt egy olyan helyzet, autópályán mentem, külföldön, és külső sávból belém jött volna egy kis teherautó, és szó szerint azt éreztem, hogy így megemelik az autómat, és arrébb teszik. És amilyen sebességgel ő jött, nagyobb bajnak kellett volna lennie, épp hogy az oldalát megkarcolta az autómnak. Tehát így tudnak segíteni az angyalok. De én úgy ülök be az autóba, hogy kérem, hogy segítsenek. Hát ezt nagyon szépen köszönöm, ezek is nagyon fontos információk voltak, és még egyet szeretnék veled beszélgetni, a szellemi vezetésről magáról. Mm-hmm. Oké. Okay. Jó? Jó. Nagyon szépen köszönjük Önöknek is, kedves nézőink, a megtisztelő figyelmüket. Önök a VNTV-t látták. Korábbi adásainkat a www.vntv.hu, valamint a YouTube megosztó portálunkon láthatják viszontlátásra.